Amerikában 18 napot élt az az újszülött, aki agyhártyagyulladást kapott, valószínűleg egy herpeszes felnőttől. Hogy mennyire lehet veszélyes a herpesz az újszülöttekre, azt Malik Anikó csecsemőgyógyásztól, valamint Fejős Évától kérdezzük, akinek itt van fél éves kisgyermeke. Linda is, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, kívánok. Szervusztok! Azt nézem, hogy milyen gyönyörűen összeöltöztünk, tehát igen, ez tökéletes, hogy már is egy jó pont mindenkinek. Harmóniában van. Anikó, mennyire lehet veszélyes, ha mondjuk puszilgatjuk, vagy mondjuk a közelébe engedünk egy felnőttet, akinek mondjuk herpesze van? Ugye a maga a herpesz vírus fertőzés a köztudatban egy ilyen banális fertőzésként szerepel, de valóban vannak olyan embercsoportok, akikre ez veszélyesebb lehet. Maguk az újszülöttek egy ilyen kiemelt csapat, hiszen az ő immunrendszerük még éretlen. Úgyhogy az első 4-6 hétben valóban nagyobb gyakorisággal előfordulhatnak súlyos fertőzések. A szülőket ugye Amerikában tesztelték, és nekik nem volt ilyen vírus a szervezetükbe, tehát nagy valószínűséggel egy idegentől kaphatta el, aki mondjuk ezt hordozta. Ennek azon kívül, hogy mondjuk van külső jele, bármi más, amire gyanakodhatunk, gondolom nincsen. Tehát valójában, hogyha valakit megfertőz a vírus, akkor az első tünetek többnyire kifejezettek, sok kis hólyagos kiütés jelenik meg a szájba, az általában gyerekkorban amúgy ezen túlesünk, és akkor ezután is évekig, évtizedekig ott lappang bennünk a vírus, hogyha ez újra megjelenik, akkor legtöbbször látjuk ennek a jelét. Tehát általában a bőrön valami kis hólyagos elváltozást, ami bizsergő, viszkető, fájdalmas, de valóban lehet úgy is vírust üríteni, hogyha nincs ennek egyértelműen látható jele. Tehát igazából az lehetne egy ilyen ajánlás, hogy az első 6 hétbe kerül. De talán ez benne is van legalábbis az itthoni kultúrájában, hogy valahogy igen. Az első 6 hétben nem is nagyon szoktuk látogatni idegenként a újszülötteket. Hát van egy-két ilyen nyomulós családtag, azokat nagyon nehéz kivédeni, akik mindenképpen oda szeretnének hajolni közel, és puszi, és puszi, és puszi. Ilyenkor mit lehet egyébként csinálni? Tehát akkor ilyenkor illik szólni? Vagy tudom, hogy ez nem egy illemtanról szóló beszélgetés, de mégis mit tegyünk ilyenkor? Vagy nálatok volt, vagy nálatok volt ilyen? Hát képzeljétek el, hogy nekem az mindenki puszilni akarja a gyereket. Na, hát én pedig igen. Soha nem puszilok meg más kisgyereket, csak ha ő jön puszira, mert pont aha. Azért, mert nem tudom, hát a szülei miatt sem, meg hát hogy nincs ebben, nem lappang ebben, nem egy nátha, mondjuk, amiről még igen. Nem is tudok. Nálunk mindenki puszilni szeretné. Ilyen cukkergyereket szülni. Nem nagyon örülök neki, úgyhogy csak keveseknek hagyom, az igazság. De szólsz ilyenkor? Hát nem, de mondjuk olyan van, amikor tovább tolom. Meg olyan is volt egyébként, hogy egy barátnőm jött volna, és mondta, hogy kijött egy herpesz a száján, teljesen független ettől az esettől, meg ő már nagyobb is volt, és mondtam, hogy akkor ne, hát várjuk meg, míg meggyógyul. De szerintem azért ennek van egyfajta kultúrája, hogy megyek el egy gyereket meglátogatni, nem csak pár hetes korában, hanem még később is, nem? Szóval én felnőttekkel se szívesen találkozom, hogyha éppen beteg vagyok. A csecsemőknél milyen hatása lehet, hogyha valaki ezt a vírust elkapja? Hát nagyjából a herpesz víruson áteső gyermekeknek egy ilyen 45-50%-ánál valóban a bőre lokalizálódó, nyálkahártyákon megjelenő, esetleg szemet érintő, mondjuk úgy, hogy enyhébb eseteket látjuk, de körülbelül 30%-uknál lehet szó az esetben is említett központi idegrendszeri gyulladásról, agyvelő gyulladásról, ami önmagában egy nagyon veszélyes szövődményekkel járó tünet, illetve ennél kisebb százalékban, körülbelül 20-25%-ban elő tud az is fordulni, hogy egy teljes testre kiterjedő vírus fertőzés jelentkezik, ami azt jelenti, hogy nem csak bőrtünetek, neurológiai tünetek vannak, hanem olyankor májgyulladás, akár légzési elégtelenség is lehet. Ez a legrosszabb kimenetelű típusa a fertőzésnek. Ez mennyire gyakori, mondjuk, hogyha valakinek sajnos... mondjuk ez az amerikai eset, hogyha uh-huh. Ha tényleg addig eljutunk, hogy... Én amerikai statisztikát olvastam, összesen körülbelül 3000 élve születésre jut egy fertőzés, és ennek a 30%-a idegrendszeri tünetként, és 25%-a pedig ilyen még súlyosabb, sok szervet érintő betegségként jelenik meg. Akkor ezt, amikor mondjuk annyira nem drasztikus, még tudják kezelni, illetve még ennek van igen, megoldása. Igazából minél hamarabb elkezdjük kezelni, annál jobb esélyünk van arra, hogy szövődmények nélkül, vagy enyhe szövődményekkel essen túl a gyermek. Van szerencsére, pont a herpesz vírusra van specifikus, célzott vírusellenes gyógyszerünk, amit tudunk használni, de hát ezt nagyon hamar el kell kezdeni ahhoz, hogy a károsító hatás ne lépjen fel. Úgyhogy
De azt hiszem, ez is megint csak egy ilyen könnyen kimondható mondat, hogy 3 hónapos kor alatt, hogyha a gyermeknek láza van, furcsán viselkedik, nem eszik, aluszékony, akkor meg kell mutatni az orvosnak, és nem feladatunk első körbe szülőként megmondani, hogy ez herpes fertőzés vagy más, egyáltalán utána kell járni, hogy hogy van ilyenkor a gyerek. Tehát nem kell megvárni a hólyagoknak a jelentkezését, hogyha ezek a figyelmeztető jelek megjelennek, akkor orvoshoz kell fordulni. Éva, ti már túl vagytok az első betegségen? Volt már beteg Linda? Hát lekopogom, nem volt beteg, de most nemrég megkapta az egyik agyhártyagyulladás elleni oltást, és 40 fokos láza lett, úgyhogy akkor azért megértem, de gyorsan kapott egy kúpot, és hál' Istennek gyorsan lement, de beteg nem volt, remélem egy darabig nem is lesz. Az mázli egyébként, az nagyon jó, hogyha hát igen, még az előbb azt mondtad, ugye, hogy ennek van egy etikája, van egy íratlan kódexe, hogy hogy megyünk gyerekhez látogatni. Ezt a kórházban elmondják egyébként, nézek mindhármatokra, hogy mire kell vigyázni, és hogy hogyan engedünk be rokonokat, családtagokat. Ez jó kérdés. Én szerintem nem mondtak semmit, de hát azért az ember nyilván tudja, hogy ki. Tehát mondjuk az anyukámat nem is akartam nem beengedni, tehát nyilván közeli rokonokat az ember, meg tényleg, de az első 6 hétben nálunk nem volt nagy jövésmenés, pont azért, mert hogy ki se vittem őt nagyon, jó, ide elhoztam egyébként, de igyekeztem azt, hogy minél kevesebb emberrel találkozom, főleg ugye ő téli baba, és hát azért akkor még jellemzőbbek a vírusos betegségek, meg a megfázások. Fokozottabban kell figyelni mondjuk a télen született kisbabáknak? Télen született? Igen. Én azt gondolom, hogy az első 6 hétben minden gyermek veszélyeztetett az éretlen immunrendszerénél fogva, de valóban az őszi-téli időszakban egyszerűen több vírus cirkulál, úgyhogy így veszélyesebb lett. Még csak annyit, hogy a védőnők tudnak még ebbe segíteni. Tehát azt gondolom, hogy ha nem is a kórházban, sokszor másról van ott szó a hazamenetelnél, de a házi orvosok és a védőnőknek lehet ez egy szép feladata, de ők ezt többnyire el is végzik. Illetve nekünk is látogatóknak kell szerintem ezzel tisztában lenni, nem, hogy mi az, amit illik egy kisbabás látogatásnál, és mi az, amit nem. Hát igen, ezt illik tudni, de hát mégse illik, vagy mégse tudja mindenki. Még egyetlen egy dolgot mondja, mit csinálsz vele tényleg, hogy ennyire nyugodt? De tényleg, mert ezt most annyira irigykedve nézik a szülők, hogy akármikor jössz, tényleg hát ezt látjuk, és ez adáson kívül ugyanilyen. Most még álmos, de ő egész nap álmos tulajdonképpen. Ne, mert akkor ebben a szekcióban. Nem, nagyon jól alszik, de úgy este 10-kor alszik el, és reggel 8-9-ig szeret aludni, de egyébként meg napközben aktív, és hát nem tudom, nem csákolja semmit. Még születése előtt megbeszéltük, hogy az éjszakák rendben telnek, meg hogy minden rendben lesz. Hát nem tudom, ez eddig van így, de egyelőre tök is. Szerelem gombolcot. Nagyon szépen köszönjük mindkettőtöknek, hogy itt voltatok. Köszönjük.